vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A ló az ló. Egy nem mindennapi könyv, ami eddig itthon soha el nem mondott, le nem írt őszintességgel van a lovakról. Egy könyv, amely új fejezetet nyit a ló és lovas ember kapcsolatában. A lovak bibliája. A ló az ló. A könyvet megrendelheti az alábbi linken lovaskönyv.hu. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Krebs András, a Kincsem Nemzeti Kft. Marketing vezetője. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Beszélgetésünk fő témáját, ugye a június 30-as, július 2-a közötti derbi, illetve ugye úgy van, jól láttam, ugye beharangozva, hogy derbi és kincsemfilm fesztivál. Pontosan, derbi és kincsemfilm fesztivál, július 30-a, június 30-a, július 1-e és 2-a, hiszen az idei esztendőben bemutatott kincsemfilm, illetve annak az apropója, az nekünk is sokat segít abban, hogy egyrészt sok emberrel megismertessük magát kincsemet, kincsem kultuszt, a lóversenysportot, így adva volt, hogy hozzájárulva az alkotóknak az engedélyéhez, hogy az erre a tematikára fűzzük fel az idei derbi hétvégét. Ez mit jelent? Most akkor óriás kivetítőn többször levetítik a filmet, vagy mire gondoljak? Is. Úgy néz ki a dolog, hogy a film bizonyos jeleneteit, 4-5 jelenetét meg szeretnénk teremteni ott a kincsemparkban, tehát kvázi a helyszínre adaptáljuk a filmnek azokat a részeit, amit meg lehet valósítani nálunk. Ugyanazokkal a színészekkel? Nem, de lesznek színészek is ott a helyszínen. Tehát többek között ugye kincsemnek egy nagyon szép rész, a film egy nagyon szép része volt, amikor kincsem szabadra került, ott kergették, utána a Blaskovicsot megszilidítette. Tehát egy kvázi szabadon idomító rész lesz, megpróbáljuk a közönségnek bemutatni, hogy ez a valóságban hogy működik, hogy egy kvázi lópszichológus, egy lóhipológus hogyan viselkedik a lovával, hogyan tudja ezeket a különböző trükköket betanítani úgy, hogy minél szebb és jobb legyen. De csatlakozás is lesz? Tehát megvárjuk, míg a ló csatlakozik az emberhez, vagy erre nem lesz idő lehetőség? Úgymond a klasszikus csatlakozást is. Hát az egy kicsit azért fölgyorsítjuk az eseményeket, és a látványos részt mutatjuk meg a kedves nézőknek, akkor például a párba jelenet, a vívó jelenetet fogjuk feleveníteni, aztán a tánc jelenetet, erre a kicsit modern zenére, kicsit modern táncot fogjuk ott a helyszínen megmutatni. Színpadon vagy? Ez színpadon lesz, ez például a színpadon lesz, aztán fölépítünk egy lóvásárteret, a két tribűn közötti részen, ahol lesz egy nagy körkarám, abban benne fog állni egy ló, amit kivételesen kincsemnek fognak hívni, érdekes módon. Aztán megpróbáljuk De azt áruljátok is azt a lóat? Nem, de árverés jelenet lesz például. Jó, de hát akkor már úgy lenne. Árulhatnánk, igen, de szeretnénk a filmben zajló árverés jelenetet egy kicsit a kincsemparki környezetre átültetni, illetve amit én bevallom személy szerint a legnagyobb izgalommal várok, a kincsemi sork hercegének lesz majd a visszavágója szombaton és vasárnap. Azaz mit jelent pontosan? Hát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag
lesz két lovunk, a Baden-Badeni Holt versenynek a visszavágója, és mind szombaton, mind pedig vasárnap a derbi futam környékén gyakorlatilag ez a két ló megy majd egy meccsrészt, és drukkoljunk, hogy Kincsem nyerjen. Ketten? Csak ők ketten? Csak ők ketten mennek. Kik lesznek a zsokék? Úgy néz ki, hogy Tormás Gyula lesz az egyik lovasunk. Egy nagyon kiváló lovas, idomár, úgyhogy azt hiszem, Róka. Hogy gyakorlatilag mondhatjuk igen. Mondhatjuk így, igen, nem sértődik meg ezen Gyula. Tehát ő lesz az egyik lovasunk. És a másik lovasunk pedig, ha jól tudom, ifjabb Kozma István lesz. Ő is egy, tapasztalt, rutinos, lovas. Tapasztalt lovas. Akkor nem a lovasokon fog múlni, hogy ki győz? Én azt hiszem nem, de talán itt a show az, ami a legfontosabb például ebben a versenyszámban, vagy ebben a show elemben. És az péntek, szombat, vasárnapra el lesz osztva, vagy mindegyiken látják ugyanazt a nézők? Mert most elmondta, hogy a filmjelenetekből kivesztek egy-egy jelenetet, hogy ezt most mikor látják? Igen, a show rész, a meccs rész, Kincsem és York Hercege, az például szombaton és vasárnap lesz. A tánc jelenet szombaton és vasárnap lesz, a többi jelenette úgy készülünk, hogy azok lesznek mind a három napon. Lesznek úgynevezett közönségtalálkozók. Igyekszünk mindegyik napra kihívni a filmből jelentős színészeket, főszereplőket. Többek között kint lesz Nagy Ervin, ugye a filmnek a főszereplője szombaton és vasárnap. Aztán az ő nagy riválisa, Keresztes Tamás is ott lesz majd szombaton és vasárnap, ugye aki Klárának udvarolt a filmben. Aztán velünk tart három napon keresztül Gáspár Tibor, aki ugye Klárának az apját játszotta a filmben, és hát Mike Madden is velünk lesz majd pénteken, tehát a filmbeni Kincsem Zsokké is velünk lesz majd pénteken. Hányszor látod a filmet? Én 6-szor. Még? Még 6-szor, igen, és ha már a film szóba kerül, és említetted, a filmet is fogjuk vetíteni, méghozzá szombaton és vasárnap este, kvázi kvertmozi jelleggel, tehát ez este 9-kor kezdődik. Akkor kivetítő, nagy vetítő? Nem, valami, mozi, konkrétan kertmozi, tehát vetítő géppel lesz vetítve egy nagy vászonra, és a régi tribünről lehet ezt megtekinteni, Kincsem szobrától körülbelül 10 méterre, úgyhogy a film történetének ez lesz az első kertmozis vetítése. Na, szuper. De azért lesz lónyerítés is, igazi lónyerítés, igazi pata dobbanás is, ugye szombaton lesz a ügetőderbi. Szombaton az ügetőderbi, természetesen eddig még amiről beszéltünk, ezek a kvázi a betét programok, igen. De ugye kőkemény lóverseny lesz, péntek, szombaton, vasárnap. Pénteken lesz a harmadik Kincsempark agárderbi, galopp és ügető versenyek mellett, aztán szombaton jön a 103. magyar ügetőderbi, vasárnap pedig a 95. magyar derbi, úgyhogy a sportérték, a legjobb lovak verseny az természetesen ott lesz velünk. Úgyhogy 14 óra vagy 13 óra, hogy kezdődik a? Szombaton és vasárnap 14 órakor kezdődik a versenynap, de már előtte azért kinyitjuk a kapukat, és hát gyakorlatilag hát 11-ig leszünk este nyitva. Tehát egy jó délutáni, koresti, késesti program. Hát mert lesz a filmvetítés, és a legjobb versenyek a derbi, mondanom sem kell, a nap második felére esik. Pénteken meg ugye ez egy lóverseny az éjszakában elnevezésű verseny, tehát amúgy is 7 órakor kezdenénk, de már azért korábban érdemes talán 6 órakor kilátogatni a Kincsemparkba, és akkor lesz 3 galopverseny, lesz közte egy gátverseny, lesz egy női világbajnoki futam is, ezt követően lesznek ügetőversenyek, illetve a gárfutam. Ez már zajlik már ez a péntek éjszakai, ugye? Jól tudom. Igen, ez május első péntekén kezdődött, és minden második pénteken volt, aztán lesz most nyáron, illetve majd össze lesz még néhány ilyen péntekünk. De automatikusan minden második, vagy? Majdnem automatikus, azért vannak szünetek. Például a júliusi hónap többek között az úszóvilágbajnokság miatt azért arra mi is tekintettel vagyunk, az csendesebb lesz. Tehát akkor itt például maradnak ki péntekek, de például augusztusban lesz, szeptemberben lesz, úgyhogy érdemes nézni a honlapunkat, mert ott minden információ. És ezek az éjszakai menükről mit lehet tudni, ezekről a péntek éjszakai? 2-3 galop? Ez szerintem egy nagyon jó ötvözete a teljes kínálatnak. Szerintem mindenki megtalálja a számára legkedvesebbet. Általában 2 galopverseny szokott lenni, egy síkverseny és egy ugróverseny. Most itt az amatőr világbajnoki futam miatt lesz így 3. Aztán 2 agárverseny szokott lenni, ez lehet akár 1 is, de valamikor 3, tehát azért mondom, átlagban 2 agárversenyünk is mindig van. Nagyon jó lesz az idei agárdöntő, hiszen
már túl vagyunk az előfutamokon, és a favoritok fantasztikus formában vannak, és ügető futamok vannak még a nap végén, amikor már villanyvilágítás van, úgyhogy én azt hiszem, hogy szuper program lesz. Ja, és még lesz egy koncertünk is, majd Wolf Kati fog majd énekelni pénteken este. Uh-huh. Ügetők. Ki lesz a derbi győztes? Hát, ha azt most én meg tudnám neked mondani, akkor most van olyan kimagasló favorit? Szóval van egy-két jó ló. Én kimagaslónak azért egyiküket sem mondanám. Azt kell, hogy mondjam, hogy 3-4 nagyon jó esélyű ló van, akik közel egyforma esélyt képviselnek. És az U betűsök és az Ü betűsökről beszélünk. Tehát például van egy Übü Király nevű ügető, aki egészen fantasztikus formában van. Ultra Lady, aki szerintem az egyik nagy esélyese lehet a derbinek. Akkor Urusov M például egy olyan ló, aki szerintem odaérhet az utolsó hetekben, hogyha a föl tud zárkózni, úgyhogy szerintem mindenféleképpen jó verseny lesz. Uptown Boy M a mezőhegyesi tenyésztés lovak közül nagyon-nagyon jó formát mutat. Na, mezőhegyesről? Nem mezőhegyesi a tenyésztés, de már más tulajdonban van. Nagyon-nagyon jó kis lónak tűnik, úgyhogy nálam 3-4 jó esélyű ló van a mezőnyben. Hajtók közül? Hát aki él is mozog, szerintem az ott lesz. Juhász Balázs istállójában, Velkomazsics istállójában több derbi aspiráns is áll, tehát ők mindenféleképpen ott lesznek. Aztán Fazekas Imre szerintem ott lesz, hogy melyik lovat fogja hajtani, azt bevallom, nem tudom, vagy most még nem tudjuk, ugye két héttel a verseny előtt, viszont óriási formában van. Néhány nappal ezelőtt nyerte meg a pályafutása 100. nagydíj győzelmét. Ez egy egészen hihetetlen szám. Mióta a verseny rendező, ez a második világháborút követő időszak, nyilván tartja ezeket a nagy díjakat, messze-messze kiemelkedik ez a 100-as szám. A mostani aktív hajtók közül Csordás Emil mögött a második, ő is sokat nyert, de még nem tart 40-nél. Hihetetlen jó formában van Fazekas Imre, úgyhogy szerintem nem csak a derbiben, hanem meg csak a derbi napon, hanem az összes többi versenyben figyelni kell őt is. Akkor rendbe jött akkor. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jó paszban van a mester, és nagyon ígéretesek a két éves lovai, hiszen több fiatal csikot már bemutatott úgy, hogy az első két éves verseny majd csak a nyár második felében van. Ő mindig ezt mondja, hogy a fiatal lovai adnak neki nagyon-nagyon nagy motivációt, és a mindennapos újrakezdéshez sok-sok erőt, úgyhogy azt hiszem, hogy tip-top Fazekas Imre. Galoppon mi a helyzet? Galoppon is vannak nagyon szép eredményeink itthon és külföldön. Ha derbire koncentrálunk, akkor Mágnás, az SDBT istálló lova, Siklósi Tamás lova kiemelkedő esélynek látszik. A nemzeti díj meg az alagi díj után. Siklósi úr már nagyon vágy egy derbi győzelemmel, mert egyszer majdnem ott volt neki. Így van. Lecsúszhat róla. Így van, hát nagyon megérdemelné, az mindenféleképpen elmondható. Persze nem ez alapján hirdetem győztest, de így van, tehát abszolút jár neki, sőt nem most jár, hanem 15 évvel ezelőtt járt volna neki egy derbi siker. Sok nagyon jó lova volt már, volt amikor nüanszok múlt a siker, úgyhogy neki van egy, illetve kettő nagyon jó lova, úgyhogy szinte bármelyik nyerhet. És hogyha már sikerekről beszélünk, akkor érdemes kitekintenünk, hiszen ez egészen friss hír. A hármas koronanyerők Velindónk Milánóban egy remek harmadik helyezést ért el 2400 méteres távon, grup 2-es szinten, tehát nagyon-nagyon magas jegyzett versenyben. Ső, mit lesz? Hát nagy szívfájdalmunk, hogy nagyon régen futott Velindó itthon, de szerintem fog ő még itthon futni. Ez talán az álmodó istálló. Az álmodó istálló, Deák György a tulajdonos, Maronka Gábor az idomár, idén is nagyon jó évet fut az istálló. Ugye az ilyen nagy képességű lovaknak kvázi kevés a versenye, mert annyira jó ló, hogy itt a régióban, hazánkban nem nagyon tud. Tehát nincs olyan futam, ahol esetleg a derbi napján lehetne, de hát ugye most futott vasárnap, két hét múlva van a derbi nap, azért egy ekkora klasszis két hétre ritkán szokott futni szerintem. A derbi hétvége nem volt neki, vagy nincs neki belőve. Értem. Bár cáfoljon ránk. Szerintem, ami reális lehet, az a szeptember 3-ai kincsem díj lehet majd a számára, ahol 2400 méteres távon egy komoly díjazás mellett állhat starthoz.
Kincsem díjban még nem futott, tehát Kincsem díjat nem tudott nyerni, és hogy hát Kvelindónak a fantasztikus helyezését tudjuk mérni, ez a Grup 2-es szint, ez már csak egy lépéssel van a legjobb a Grup 1-es mezőnytől, és hát Overdose óta nem volt Grup 2-ben futó, eredményesen futó lovunk se volt, de nem, hogy ilyen eredményesen futó lovunk, úgyhogy ez egészen nagyon egy fantasztikus szürke teljesítmény. Egy szép szürke, 5 éves, és pályája csúcsán van, tovább tudott javulni. Most futott a legmagasabb formáját a nemzetközi szakírók vélemény alapján. És meddig lehet? Szerinted csúcson tartom, hogy még lehet még jobb? Én azt mondom, hogy még van benne javulás, fejlődés. Sikerült megnézni a versenyeit még nekem tegnap este. Jól helyezkedett vele a lovasa, egy kiváló lovasa van, Alberto Sanna, jól ismeri a lovat. És én azt látom a lovon, hogy versenyről versenyre jön előre. Úgyhogy szerintem van még benne potenciál, bőven. Mennyi, 2 év van még benne? Mármint ilyen szinten. Ezen a szinten? Akár 2 év is lehet. Simán lehet. 2 év, ugye nagyon sokan múlik, hogy sikerül-e az egészségét ugye jó szinten tartani, de szerintem alóban benne van a potenciál, hogy tovább tudja vulni. Galopra visszatérve a magyar vizekre, itt trénereknél hogy állunk? Kovácsra gondolok, itt Ribárszkira. Lesznek lovaik, favorit lovak, vagy most? Az idei derbi olyan szempontból érdekes, hogy ha a papírformát nézzük, akkor Hajdi Lajos nevét kell kiemelni, hiszen nála állnak Siklósi Tamás lovai. Ha az idei teljesítményt nézzük, akkor Maronka Gábor Kvelindó trénere nagyon erős, hiszen nagyon sok lova van, és sok jó lova van. Itthon és külföldön rendszeresen futnak is eredményesen. Önmagukhoz képest Kovács Sándornak és Ribászki Sándornak egy picit kevesebb vagy kisebb az állománya, de ott is vannak nagyon értékes lovak. És hát szerintem a 2 éveseikben komoly bizadalom lehet. Túl vagyunk az első 2 éves versenyen, ott azt a Ribárszki Istálló megnyerte. Úgyhogy azt nem mondom, hogy őrségváltás van, de most Maronka Gábor révén egyértelműen kijelenthetjük, hogy ő ma hazánkban a legjobb állománya rendelkező, legeredményesebb tréner. De közvetlenül mögött ott van Kovács Sándor, a sokszoros bajnok, az ötszörös derbi győztes tréner Ribárszki Sándor, és a többiek. Kis Overdose valamelyik? Egy kis Overdose már futott, Knife for Overdose-nak hívják, József Rosszivál istállójában áll, illetve hát úgy futott, hogy kvalifikálta magát az első versenyére. Nagyon szimpatikusan jól mozgott, ifjabb Kozma István lovagolta, és szerintem a derbi napon starthoz állhat majd a Patai Sándor emlékversenyben, ez egy 2 évesek részére kiírt futam. Mennyi a táv? 1000, 6000? Nem, itt még kisebb, kevesebb a táv, ugye most még csak 1000 méternél járunk, tehát a szezon ezen szakaszában 1000 és 1200 méter közötti versenyeket rendeznek. De még nem lehet megmondani, hogy mi van ebben a lóban. Hát még nehéz, nehéz. Jó, szimpatikusan mozgott, meglátjuk, ennyi. Maradjon egészséges. Aztán majd többi majd kiderül, ugye? Egyébként hogy zajlik hétvégenként a Kincsemben? Nőttek a látogatók számai az elmúlt hetekben, hónapokban, vagy stagnál? Mi a helyzet? A legnagyobb versenynapjainkon egyértelműen néző emelkedésről lehet beszámolni. Gondolok itt például a Galopp kaponyitóra, ami körülbelül 2 héttel kezdődött a Kincsem film bemutatása után. A tavaszi nagy kiemelt versenyeink hétvégéjén emelkedő nézőszámot tudtunk regisztrálni, és abban bízunk, hogy most majd a június 30-ai, július 1-én, 2-án megrendezésre kerül derbi és Kincsem filmfesztiválon is többen lesznek, mint mondjuk tavaly. Tehát azt látni kell, hogy miután több mint 90 versenynapot tartunk, azért minden versenynapon nem lett karácsony, tehát ezt tudtuk eddig is, de a nagy napok, a jelentős napok, amelyekben azért a nagyobb a körítés, a kísérőprogramok erősebbek, az mindenféleképpen nagyobb nézőszám emelkedést jelent. Ha most a marketinges szemen keresztül nézem, hogy lehet most eladni? Lóval vagy zsokéval? Most egy galopp hétvégét például. Van-e olyan, tudsz-e olyan lovat, vagy olyan zsokét mondani, akire úgymond fel lehetne építeni? Van-e olyan egyéniségünk? Sajnos nincsen. Az a baj, hogy most sem a lovasoknál nem tudok akkora klasszist mondani, sem a lovaknál.
akik elvinnék hátán a rendezvényt. Ugye, amíg volt egy Kálai Pál, addig azért Palira lehetett építeni. Igen. Palit szerette a sajtó, Pali jó bulvár, igen, jó értelemben bulvár arc. És ez miért hiányzik a mostani zsokékból? Mert van itt jó pár olyan régi motoros, aki tudja, hogy ez hogy működött annak idején. Tehát... Igen, de hát azért Mozart sem születik minden nap. Jó, oké, na de hát, de ott van a Kovács Anyi is, ugye, mint zsoké korából, ugye, tehát ő is ugyanúgy. Azt például érdekes, igen, amit mondasz, hogy amikor ugye Pali, ez a 2000-es derbiről tudok mondani, amikor a Pali is, meg a Sanyi is egy esélyes lovon ült, marketing szakemberek, kommunikációs szakemberek jobb forgatókönyvet nem tudtak volna kitalálni, volt két élvonalbeli ló, az egyiken egy ifjú titán volt, a másikon meg a nagy öreg, igen, és gyakorlatilag úgy, hogy föl lehetett építeni ezt a párviadalt, úgyhogy előtte, hogy a két ló nem találkozott csak a derbiben, hogy mint kvázi két boxolót. Igen. És akkor most már a múlt, vagy a nagy öreg és a fiatal titán. Nehéz sajnos. És hát ilyen overdose, kvelindó szintű lovak kellenek ahhoz, hogy ebben az óriási média zajban azért fölkapják. Az ember azt gondolná, hogy egy embert könnyebb felépíteni, mert ugye lónak születnie kell, hogy olyan képességei legyenek, amilyenek. Nem lehet? Lovas mellett sárt azért, hogyha van tudás, van kuránzsi. Persze, csak fel kéne építeni. Tehát, hogy egyszerű felépíteni, nem? Nem könnyű, sajnos nem könnyű. Például itt a hölgyeknél a lovas világbajnokságon most például egy fiatal, tehetséges lovashölgyünk indul, előtte néhány évvel ezelőtt Bihari Szandinek voltak nagyon szép sikerei, neki azért volt egészen jó, komoly média jelenléte, de az igazi nagy áttörést sajnos azért palióta a lovasai nem tudják meghozni. De dolgoztok rajta, gondolom. Természetesen dolgozunk rajta, a lovasok is dolgoznak nap mint nap. Kell egy igazán jó ló, és remélhetőleg minél jobb nemzetközi és hazai eredmény is. Zsoki és Suli? Hogy áll? Működik, a zsoki iskolások küzdenek, dolgoznak, és akikben van kurázs, akikben van tehetség, szorgalom, kitartás, azok eljutnak oda, hogy bemutatkozhassanak versenyben is, és akkor innentől kezdve szinte már csak rajtuk múlik. Ugye azt tudni kell, hogy ez egy pici a merítés sajnos, tehát nem egy közkedvelt szakma ma, a zsoké szakma, de ugyanez elmondható a hajtóképzés, a hajtókról is. De én azt hallottam, hogy a mai fiatalban már nincs meg az a kurázs, mert régében benne volt. Már nem lobog bennük az a tűz, már nem... Hát én úgy látom, hogy nem csak ebben. Tehát azért teljesen más azért az internet korában nap mint nap az istállóban kezdeni. És könnyen feladják. Igen, tehát nem egyszerű. Most már úgy beszélünk, mint a nagy öregek, de lehet, hogy ránk is ezt mondták 20 évvel ezelőtt. Minden esetben ez egy nagyon kemény munka, ezt csinálni kell, jól kell bírni a kudarc élményt, a kudarcot is. Én úgy látom, hogy azért az a két-három srác, aki odáig eljut, hogy versenyben kipróbálja magát, azért azt csinálja. Uh-huh. Például a Makovicki Ákos egy jó példa lehet mindenki számára. Egy nagyon szimpatikus békésmegyei fiatal srác, póni galoppon kezdte, uh-huh, a Nemzeti Vágtán is nagyon szép eredménye volt, meg is nyerte a döntőt. Itt nálunk nagyon szorgalmas, tehetséges, nagyon tiszteletre méltó, ahogy dolgozik. És például most Szlovákiában, Csehországban nemzetközi lovas találkozókon dobogós helyezései voltak. Tehát például az Ákos egy olyan srác, aki szerintem mindenféleképpen jó példa lehet a lóverseny sporta, vagy a lóverseny lovaglása most ismerkedő srácok számára. De mindenesetre azért vannak lovak, vannak zsokék, tehát... Csak nem árt, hogyha egy kicsit megpesdül az élet náluk is. Az sem árt. Persze egy Kálai nem fog születni mostanában. Hát bárcsak születne egy Palihoz hasonló egyéniség, de hát valóban Pali. Hát azzal ma nehezen bírnátok egy olyan egyéniséggel, nem? A mai modern nebb szabályok szerint, mert eléggé szabados volt. Hát öntörvényű volt a Pali, de hát minden egyéniség ilyen, tehát azért nehéz. Tehát minden tehetséges, klasszis emberrel beszélhetünk akármilyen szakmáról vagy sportról, azért nem egyszerű vele az életet, azért úgy szép. Még egyszer, akkor derbi június 30-a és július 2-a, így van? Igen. Péntek, szombat, vasárnap, pénteken agár. Szombaton ügető, vasárnap galop. És itt mondták, kik fognak nyerni a derbin? Hát, hogy kik fognak nyerni, azt nem tudom, de Vezuvi például az agár derbiben nagyon esélyes. Aztán, amikor az ügető derbit nézzük, akkor először mondtam Übü Királyt, akkor tartom magamat, hogy Übü Királyt érdemes figyelni, és Mágnás vagy, pedig bocs, a galopp. Visszatérve, vagy azt, amelyeket a fazekas hajtja.
Akár, így van. Így van, és... Azt mondtuk, hogy most jó formában nagyon, most nagyon, újra. Nagyon jó a mester. Vasárnap pedig én azt mondom, hogy mágnes. Tehát most sok újdonságot nem árulok, mert három esélyes versenyzőt mondok. Na hát kíváncsian. Várjuk, akkor gondolom ti is. Készen vagytok? Tehát most már akár már holnap elméletileg kezdődhet? Ne, holnap még ne kezdődjön. Készülünk. Készülünk, jó lesz. Mindenki tartson velünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. És köszönöm. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.